Mint Andrássy István, a Nagykunvíz és Csatornamű Kft. Ügyvezetője elmondta, már délután elkezdődtek a programok. Az idén is csatlakoztunk a Strandok Éjszakája programsorozathoz. A többféle programot állítottunk össze, ez délután 16 órától éjfélig. Itt gondolok a stand-up műsorra, gyerekműsorra, koncertünk lesz, illetve a vízitűzi játék. Továbbá 16 órától este 9 óráig a Kátai Gábor Kórháztól vannak itt hölgyek, akik ilyen egészségfelmérést, életmód tanácsokat fognak adni a kedves vendégeinknek. Pár évvel ezelőtt már nagy sikere volt a vízitűzi játéknak, így az idei fürdők éjszakáját is ezzel a látványos produkcióval zárták Karcagon. Megtévesztő az elnevezés a vízitűzi játéknak, vízi játék elméletileg. A vízi játéknak tulajdonképpen az a lényege, hogy egy vízképet, vízsugár megy fel egészen 10-12 méter magasságig, ez különféle fényekkel megvilágítva, egy aláfestő zenével, de nagyon népszerű, eddig is már az eddigi évek során is ezt alkalmaztuk, és most is alkalmazzuk. A TBC együttes is örült a meghívásnak. Erről Perge Tibor szólt, hiszen a pandémia alatt elmaradtak a koncertek, és mostantól már újra találkozhatnak a közönséggel, ami jó érzés számukra is. Hát igazából már nagyon izgatottan vártuk, ugyanis nyilván már itt a Covid helyzet miatt egy kicsit kiestek így a koncertek, ezért minden egyes koncert dátum nagyon nagy élmény számunkra, és hatalmas nagy izgalommal tölt el bennünket, és már hetekkel ezelőtt már gyúrtunk erre az estére. Vegyes a repertoárunk, próbálunk igazából minden igényt kielégíteni, de én úgy gondolom, hogy aki képes rá, az itt a medencében is meg tud rá mozdulni, és ugyanúgy szépen táncikál. Az estre nosztalgia számokkal készültek, és egyáltalán nem zavarja őket, hogy a közönség most nem a színpad előtt, hanem a medencékből tapsol a zenekarnak. Jó látni, hogy a medencéből is visszatekintenek ránk pozitív szemek, és igazából ez egy teljesen más jellegű hangulatot idéz, de nagyszerű, mert igazából ide előtte is szoktak ide néha kijönni a medencéből, meg látszik, hogy élvezik oda ment a medencében, és igazából együtt zenélünk, együtt örülünk. Perge Tibor, egy másik karcagi zenekar tagja, a medencéből hallgatta a koncertet. Örülök, hogy itt lehetek. Általában egy héten több alkalommal kimegyek a fürdőbe, és az ilyesmi színesíti a hétvégét. Ráadásul jó, ha erőm zenélnek. Örömmel hallgatom őket, szeretem az élő zenét kifejezetten. Hajdú Csilla az éjszakai fürdőzésnek az uszoda használatát emelte ki, hogy ott a napi úszását most is teljesíthette. Várom, igen, mert ugye napközben az ember dolgozik, és akkor éjszaka van ideje egy kicsit lelazulni, meg leúszni azt a napi penzumot, amit magamnak előírtam. Nem kell sietni, nem kell kapkodni, úgyhogy szerintem jó lenne, hogy ezt bevezetnék legalábbis minden hétvégén, hogy lenne ilyen éjszakai fürdőzés. Itt a gyógyvízben nagyon jó, mert találkozik az ember ismerősökkel, mindent meg tudunk beszélni, a kertészkedést, a főzést, az aktuális problémákat, az időjárást, és akkor innen döntően teljesen feltöltődve megy ki az ember, hogy jó ez az éjszakai fürdőzés. Véleménye szerint jó lenne, ha évente több alkalommal lenne fürdők éjszakája, mert ez egy jó kezdeményezés.